szociális gazdaság órán azt gondolom, hogy ilyen jó gyakorlatokkal kellene bemutatnunk azt a dolgot, hogy hogyan is lehet a társadalmi innovációt elindítani, létrehozni, pilotolni egy adott településen, és ahogy én ismerem a kollabor életét, életfáját, ez egy ilyen innováció. Benne van a magyar bukás is, ugye nyilván, ez a mostanság története, de nem ez a tudat határozza meg a létet, úgy gondolom. Úgyhogy átadnám a szót neked. Beszélgettünk két részletben majd, ugye már 6-kor az ingyenes projekt úgyis kivág bennünket. Parancsol. Oké, köszönöm. Hát akkor szervuszok, ha nem tudom, hogy nagy udvariatlanság-e a tegeződés, vagy nem tudom, mi a gyakorlat itt nálatok. A Vas József barátom azért van itt, ő egyébként Velszből van, mert ma reggel beszéltünk arról, hogy náluk is Velszben van egy ilyen társadalmi vállalkozás, és mondtam neki, hogyha be tud csatlakozni, akkor a kollaborról most egy ilyen komplexebb képet tud kapni. És én azt szeretném mondani, hogy menet közben is bármikor bele lehet szólni. Én, hogyha prezentálni fogok, akkor nem fogom látni a csapatot, de nyugodtan lehet szólni, és utána pedig minden kérdésre igyekszem válaszolni. A bevezetőhöz annyit mondanék, hogy igazából szerintem nem az az alapkérdés, hogy hogyan lehet ilyen társadalmi innovációt csinálni, hanem az, hogy lehet-e, de ezt majd lehet látni, hogy miért gondolom. És akkor megosztom a képernyőmet, és el is indítom ezt a prezentációt. Tehát ugye itt a kollaborról fogok egy kicsit beszélni, és a mögötte levő projektekről. De először is így kezdetként. Mi is ez a kollabor? 2017-ben írtunk egy EU-s pályázatot, ez a EFOP 336 volt, a Természettudományos Élményközpontok kialakítása az országban, és itt kezdtünk el egy olyan projektben gondolkodni, hogy igen, csináljunk egy tudományos élményközpontot, és nézzük meg, hogy mit lehet ebből kihozni. Itt egyébként egy nyári táborunknak a záró rendezvényét lehet látni. Ugye mi Békés Csabán vagyunk, és hát rögtön az elején megalkottuk a küldetésünket. És az első pillanattól kezdve azt mondjuk, hogy mi egy értékteremtő közösséget akarunk, egy olyat, ahol a térség jövőjére pozitív hatást tudunk gyakorolni, és egy olyan tapasztalati tanulásra épülő támogató közeget, ahol fel lehet készülni a jövő kihívásaira. Egy finnországi pedagógus egyetemen kutató kollégával beszéltem, és ő mondott így a finn oktatásról nagyon izgalmas gondolatokat. Az egyik például az volt, hogy ugye hát a finn oktatást azért a legjobbak közt jegyzik a világon, és ő elmondta, hogy fogalmuk nincs, hogy mire készítsék fel a fiatalokat. Olyan radikálisan gyors változások idejében vagyunk, hogy nincs mire felkészíteni a következő generációt, gyakorlatilag egyre lehet, és egyre tudják a tanulás szeretetére. És a háttérként azért hozom ezt be, ezt a képet, hogyha ez bárkit részletesebben érdekel, akkor Ray Kurzweil Szingularitás küszöbén című könyvét ajánlom. Kurzweil a Stanford Egyetem professzora, a Google jövőkutatója, és hát az ő előrejelzés olyan 80%-ban valóban meg is valósulnak. És maga ez az ábra ugye nagyon egyszerűen arról szól, hogy a piros vonal jelzi a humán intelligencia változását, jó régtől a máig. És valahol 1950 környékéntől elindul a gépi intelligencia, a mesterséges intelligencia, és ő valahova 2030-40 közé teszi azt a szingularitás pontot, ahonnan azt mondja, hogy már nincs visszatérés, és ez nagyon röviden azt jelenti, hogy én azt gondolom,
hogy nem túlzás, hogyha azt állítjuk, hogy most olyan kihívások előtt állunk globálisan, amilyen nem volt még az emberiség történelmében. Minden korszak meghaladta az előző korszakot, mindig voltak jelentős változások, de olyan még soha nem volt, hogy a biológiai evolúciót beérje és meghaladja a technológiai evolúció. És Kurzweil azt mondja, hogy ez a szingularitás pont, ahonnan nincs visszatérés, ahol beköszönt a transzhumán kor, és hogy ez mit jelent, ezt ma senki nem tudja. Maga a könyve jó néhány évvel ezelőtt jelent meg, és ugye a mesterséges intelligencia berobbanását meg gyakorlatilag egy éve éljük, és látjuk, tapasztaljuk, hogy mennyire megváltozik adott esetben a tudáshoz való viszonyunk, vagy a tanulási stratégiánk. És miközben ilyen kihívások előtt állunk, közben az oktatási rendszerünk még mindig abban a környezetben van, hogy, és Magyarországra értem ezt, hogy rendkívül fejnehéz. A magyar oktatás az tanítás központú. Szemben például a finnel, vagy bármelyikkel, és lehet ezekkel az állításokkal egyébként vitatkozni, ami meg tanulás központú. Na most a tanítás és a tanulás központúság nagyon nem ugyanaz. És ezekre majd azért ki fogok térni, mert ez a kollaborban nagyon erőteljesen kijött, és nem csak a gyerekek és a fiatalok viszonylatában érdekes ez, hanem gyakorlatilag a mi korosztályunk számára is. Ugye itt a tanulási töltsér nagyon egyszerűen arról szól, hogyha egy fejnehéz rendszerben az ismeretanyag visszaadására törekszünk, akkor nagyjából a hosszú távú emlékezetbe a 10% fog átmenni, még hogyha szimuláljuk a valóságot, vagy akár valós élethelyzetet teremtünk, és azt csináljuk, akkor meg a 90-100%. Ennek még a későbbiek során következménye lesz. Nos, alapértelmezésben természettudományos élményközpont vagyunk, de az első pillanattól kezdve makerspace-ként definiáltuk magunkat. Ez a makerspace, ez az úgynevezett ilyen közösségi alkotótér, ebből az utóbbi évtizedekben egy világmozgalom lett, ennek nagyon nagy lökést az Obama adminisztráció adott. Nem tudom, mennyire közismert, hogy Obama gyakorlatilag közösség szervező szakmából lett elnök, és hogyha valakit ez érdekel, és beírja a keresőbe azt, hogy Obama Makerspace Fehérház, tehát így ezeket a szavakat, akkor ki fog jönni a Fehérháznak az az archivált oldala, ahol ennek a bevezetője van, és ami arról szól, hogy minden évben a Fehérházban megvalósítottak egy ilyen Maker Fesztivált. Tehát gyakorlatilag ezeket az alkotókat, a feltalálókat, a felfedezőket bevitték a Fehérházba. Ez olyan, mint hogyha a kollabornak lenne egy szakmai napja a parlamentbe. Egyébként a legjobb hely lenne rá, de nem itt tartunk. Na most, ugye itt a pályázatban is az élménypedagógia volt nagyon hangsúlyosan az elsődleges, és ha ezt az élménypedagógiát nagyon röviden, egy-egy szóval akarom jellemezni, akkor azt mondom, hogy tapasztalati tanulás alapján megyünk, de természetesen ez jóval többet is tud jelenteni. Hogy milyen témaköreink voltak többek között, itt az ember és környezete természettudományos élményközpont volt a munkaneve ennek a dolognak, és nem raktam be képet, voltak olyan foglalkozásaink, ami az agy, az agyhullámmérés, a figyelem, a koncentráció, a mozgásról és a testtudatról szólt. Majd tovább mentünk a konyha irányába, a világok konyhái és a többi az élelmiszer előállítás témakörbe. És egyébként itt mindig el szoktam mondani, hogy nagyon jellemző ránk nézve a dobozon belüli gondolkodás, és a félelem a dobozon kívüli gondolkodásra. Akkor, amikor a pályázatot írtuk, akkor a pályázatíróink nem akarták berakni a konyha foglalkoztatóteret, mert azt mondták, hogy a Makerspace az egy digitális alkotótér, ahol, és amiben nincsen konyha. Tehát, hogy ilyen nincsen, és ez hülyeség, amit mi akarunk. És mi erősködtünk, és a következő héten jött egy telefon, hogy
Oké, és ez szó szerint így hangzott el. Utána néztek, ez 2017 júniusában vagyunk, és azt mondják, hogy fél évvel ezelőtt San Franciscóban nyitott egy Kitchen Makerspace, hát akkor legyen. És azért lett a kollaborban Békés Csabán konyha a Természettudományos Élményközpontban, mert fél évvel előttünk San Franciscóban megcsinálták. Ha nem csinálták volna, akkor nem merték volna a pályázatírók berakni, mert hát mégis hogy jön ez ide. És a konyhánál azért állok meg, mert menet közben tapasztaltuk meg mi is menet közben tanultuk a kollabort. És menet közben tapasztaltuk meg, hogy a tudás megszerzés koncentrációjának a lehető legjobb helye. Ha most általános vagy középiskolai tudás anyagba gondolkodtok, akkor biológia, kémia, technika, matematika, fizika és sok minden más koncentrálható ebbe úgy, hogy közben ahhoz az élelmiszerhez, amit megeszünk, ahhoz érzelmi kötődésünk is van. Tehát úgy lehet tanulni, hogy közben az érzelmi kötődést is kialakítjuk. De foglalkoztunk a programozással, a robotikával, a tárgykészítéssel, a robotépítéssel. Itt a tárgykészítés során is, például 3D nyomtatással, hagyományos tárgykészítési eszközökkel, például a bal felső sarokban, ott, ahol a vízen láttok fiatalokat, ott például PET palackból építettek tutajt, és utána vízre is szálltak. Vagy a lenti sorban a kisrác emeli föl azt a deszkát, az egy gördeszka egyébként, saját egyedi tervezésű gördeszkát készítettek, amit utána használni is lehetett. Tehát nagyon fontos volt nekünk az, hogy amikor egy szimulációs környezetet teremtünk, akkor valódi tárgyakat, valódi eszközöket készítsünk, és az is nagyon fontos volt, hogy mindez prémium kategóriás legyen. Visszamegyek 3 képet, tehát itt a bal felső sarokban látjátok a mosolygó fiatal hölgyet egy hamburgerrel. Ez gyakorlatilag egy másfél órás foglalkozás során készítették el úgy a hamburgert, hogy meggyúrták a tésztát, kisütötték a bucit, megcsinálták a húspogácsát, minden egyebet, és azt mondom, hogy ez egy olyan prémium kategóriás hamburger volt, amit a legjobb helyeken se nagyon lehet hozzájutni egyébként. Tehát egy jó minőségű tudást jó minőségű termékekkel lehetett megfejelni. És ebben, tehát ha összefoglalom, akkor azt mondjuk, hogy a fiataloknak az volt az ígéretünk, hogy nem egy fejnehéz rendszert csinálunk, hanem nagyon erősen a gyakorlatra fókuszáltunk, és ehhez kapcsoltuk hozzá az ismeretanyagot. És a tanárképző programunkban több mint 100 megyei pedagógusnak adtunk élménypedagógiai alapozást, és itt is ők egyébként, tehát hogyha most ezt a képet nézitek itt, vagy a középső képet is, ha nézitek, vagy itt a bal alsó képet is, ők itt játékot terveznek, játékot, egy ilyen táblás játékot készítenek el, tehát megtervezték azt a játékot, elkészítették a digitális rajzait, lézervágóval kivágták annak a rajzit, és menet közben, ugye ekkor volt a NAT változás, tudatosult az, hogy ami a NAT-ba a digitális kultúrában megjelenik, azt lényegében ebbe a tevékenységben mind le tudták fedni. Na, mi az alapvető különbség? Itt, hogyha ezt a kompetencia piramist rajzolom föl, akkor azt mondom, hogy a jobboldali feje tetejére állított piramisunk, a hagyományos iskola rendszerünk, ahol az ismeretet hangsúlyozzuk, ez kapcsolódik a készséghez, képességekhez, és tulajdonképpen az attitűdök a futottak még kategóriájában vannak. Én azt szoktam mondani pedagógusként és egyébként munkáltatóként, hogy a társadalmunk egyik gyökér problémája az, hogy az alavult oktatási rendszerünk rossz szocializációs mintázatokat épít ki, elavult szocializációs mintázatokat, és majd erről is lesz szó, és ez ma gátja egyébként az értékteremtő folyamatok felszínrehozásának. A mi esetünkben fel tudtuk vállalni azt, és tudatosan felvállaltuk, hogy az attitűdökre helyezzük a hangsúlyt,
ezt kötjük össze a készségképességekkel, és ott baloldalon a piramis csúcsán az ismeret a legkevesebb. És ez nem azt jelenti, hogy mi kevés ismeretet adunk át. Ez majd később ki fogok térni rá, hanem azt jelenti, hogy az ismeretszerzés az nem cél, hanem eszköz. Tehát az következménye a kíváncsiságnak. És hogyha a kíváncsiság következményeként tudjuk az ismeretet tételezni, akkor ott be tudjuk kapcsolni a motivációt a rendszerbe. Na most, ami még nekünk a kulcsábránk, és itt most tulajdonképpen az, ami 30 és 60 órán keresztül ment a pedagógus továbbképzésben, annak most a zanzásított eszenciáját mutatom. Ez a Kolb-féle tapasztalati tanulási modell, amely azt mondja, hogy gyakorlatilag négy ilyen alapattitűdön keresztül lehet ebbe a tapasztalati tanulásba belépni. Lehet valaki aktivista, pragmatikus, megfigyelő vagy teoretikus, de tulajdonképpen nekünk a tanulási folyamat szempontjából teljesen mindegy, hogy melyik ponton lép be. Az a lényeg, hogy valahol lépjen be. És hogy ez mennyire fontos, tehát itt apróságokról, de nagyon fontos apróságokról van szó. Konkrét példát mondok, jött egy visszajelzés, az egyik ilyen konyhai foglalkozás kapcsán, hogy annyira megtetszett a 7. osztályos gyereknek a foglalkozás, hogy 8. osztályban a szakásnak adta be a papírját. Foglalkozás vezetőnek ez nagyon tetszett, kérdezte, hogy melyik iskola, melyik osztály, ki volt az. Elkezdett kutatni az emlékeibe visszafele, és egyszer csak így lesápadt, és azt mondta, hogy hát ezt nem értem. Mert az a gyerek, akiről szó volt, az a foglalkozás során konkrétan semmit nem csinált. Támasztotta a falat, és a mobiltelefonját piszkálgatta. Viszont, mivel nálunk nem volt teljesítménykényszer, és erre is ki fogok térni, hogy mit jelent az, ha nincs teljesítménykényszer, és mégis van teljesítmény, ezért a foglalkozásvezető úgy volt vele, hogy nem, tehát hagyta, engedte. És ebben a pillanatban esett le neki a tantusz, hogy ez a gyerek ebbe a folyamatba, ott, mit kívülről nézve úgy látszódott, hogy nem foglalkozik semmivel és lusta, nem ez volt, ő itt a megfigyelő státuszában volt, és szívta be az információkat, amiből egyébként semmi nem látszott. Na most ezt azért mondom példaként, mert hogyha nincs egy ilyen eszközrendszerünk, akkor egy hagyományos oktatási folyamatban ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ami a lényeg, mindegy, hogy hol lép be, és menet közben tanultuk meg azt is, és tudatosítottuk, hogy ennek a tapasztalati tanulásnak a kulcsa itt középen, ez gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy a hiba. A hiba a tapasztalati tanulás egyik legerősebb motorja, és a hibához való viszonyunk az kulcskérdés a helyes attitűdök kialakításában. Na most ugye arról beszélünk, hogy először saját tapasztalat, tapasztalati élmény, felkelteni a kíváncsiságot, és ez a kíváncsiság elkezdi a tanulást is átpozícionálni. Mindegy, hogy mit csinálunk, tehát nem lesz tökéletes. Mindig van egy elképzelt képünk, aztán utána egy megvalósított, és nagyon nem mindegy, hogy hogyan állunk ehhez hozzá. De a cselekvésnek van még egy nagyon fontos trükkje. Mindegy, hogy mit teszünk, mit csinálunk. Ha valamit elkezdünk csinálni, akkor gondoljunk bele, egy hagyományos oktatási folyamatban, ahol frontális oktatásban a tanár tanít, a diák hallgat, mert ő a hallgató, ott lényegében van egy aktív és egy passzív szereplő. És ennyi. Amikor elkezdünk cselekedni, belép egy harmadik fél. Ez maga a cselekvésünk tárgya. És onnantól kezdve elkezdődik, kialakul az interakció magával a cselekvés tárgyával. És ez kezdi el irányítani a cselekvést. Most nagyon primitív példát mondok, ha bundás kenyeret sütünk, akkor meg kell állapítani, hogy mikor elég meleg az olaj, jó-e a tojás, megsült-e, és a többi. Ez egy folyamatos interakció, és mondhatom én azt, hogy engem nem érdekel, hogy mit mond nekem az olaj, a tojás és a kenyér, csak nem lesz jó a bundás kenyer. Na most,
Viszont azt tapasztaltuk, hogy amikor ez a fajta cselekvés és cselekedtetés megjelenik, akkor mindig van hiba, mindig van javítás, nincsenek görcsök, és a végén nagyon gyors, nagyon rövid idő alatt, nagyon gyors folyamatban jön a sikerélmény, és a sikerélményt folyamatosan lehet biztosítani. És ez egy lényeges momentum. Na most menet közben tisztult le, én mindig azt kerestem, hogy mit csinálunk mi valójában, és igyekeztem majd a startup kultúrával a későbbiek során fogok foglalkozni, de én ott találkoztam és tapasztaltam meg azt, hogy próbáljuk meg ilyen nagyon egyszerűen tőmondatokra leegyszerűsíteni mindazt, amivel foglalkozunk. És az első dolog az volt, hogy a dizájnereink, akik foglalkozásvezetők is voltak, nagyon klassz munkát végeztek. Én szabad kezet adtam nekik a tér kialakításba, egyetlen kérésem volt, és ezt maximálisan meg is valósították, de tőlem függetlenül is ezt tették volna. Én azt mondtam nekik, hogy figyeljetek, aki az ajtón bejön, az belül ne úgy gondolkozzon, mint ahogy az ajtón kívül. Tehát maga a tér az alapvetően hatással van a gondolkodásunkra. Nagyon sokan mondták azt, hogy tehát nagyon fontos volt, hogy ne iskolai oktató teret akarjunk kialakítani, mert egy hagyományos iskolai tanteremben elmegy az életkedvünk. Tehát ott mindent lehet csinálni, csak tanulni nem lehet. Tehát az megöli a kreativitást, és mindent megöl. Ez az első. Nagyon fontos az, hogy ki kell alakítani a biztonságérzetet egyébként. A Maslow piramis, nem akarok ebben mélyen belemenni, ugye abszolút ösztönösen is nagyon erősen törekszünk a biztonságra. Aztán, ugye, amiről beszéltem, hogy azt mondtuk, hogy először a gyakorlat, aztán az elmélet. És ez nem azt jelenti, hogy nem akarunk elméleti tudást átadni, hanem azt jelenti, hogy az elméleti tudás az következmény. Pontosabban, és ebbe az élménypedagógiának ez egy kulcseleme, hogy nagyon fontos, hogy én szakmám szerint tanár vagyok. De én ebbe a folyamatban nem tanárként voltam jelen, hanem mentorként és facilitátorként. Magyarul. Nagyon fontos, hogy kinek a döntése a tanulás akarása. Ha az én döntésem, akkor hatás-ellenhatás elv alapján ez ellenállásba fog ütközni jellemzően. Nem, tehát nyilván lesz, akinél nem, de jellemzően igen. Vagyis nekem nem az a, én nem azt akarom, hogy ő, aki bejön a tanulási folyamatban tanuljon, hanem én olyan környezetet akarok kialakítani, ahol ő akar tanulni. Aztán ugyanez van a teljesítménykényszerrel is. Amikor kimondtuk azt, hogy nincs teljesítménykényszer, ez nem azt jelenti, hogy mi nem akarunk teljesítményt. Ez azt jelenti, hogy nem én akarom a teljesítményt, hanem én olyan környezetet akarok kialakítani, hogy aki bejön a folyamatba, ő akarja a teljesítményt. És itt nagyon-nagyon fontos, és gyakorlatilag az Achilles sarka, a hibázás és a tévedés kultúrájának, a helyes kultúrájának a kialakítása. Ugyanis az egyik legnagyobb problémánk az, hogy az oktatás rendszerünk, én most sarkított mintázatokat mondok, amivel lehet vitatkozni természetesen, de ennek a fejnehéz rendszernek a problémája, hogy alapvetően büntetés központú, és nem jutalmazás központú. Tehát ha hibázok, tévedek, akkor azért büntetést kapok. És nyilvánvaló egy vizsgahelyzetben ott az eredményekről kell beszámolni. De a kutatás fázisában, ha nem merek hibázni, tévedni, akkor egyszerűen nem fogok felfedezni. És egyébként majd a MicroCAD projektről röviden fogok beszélni. Ez volt a COVID karantén alatt az én saját belső élménypedagógiai kurzusom, amit magamnak tartottam, és én itt jöttem rá ennek az anatómiájára, hogy egyrészt, most mondhatom azt is nagyon egyszerűen, hogy a minőségfejlesztés alapja az a hibázás kultúrája. Ha valaki így a menedzsment irodalomban járt, a PDCA ciklusról hallott, Plain, Do, Check, Act körbe haladva, akkor ez gyakorlatilag
egy olyan minőségfejlesztési alapelv, amit világszerte minden valamire, magára valamit is adó cég használ és alkalmaz, ami arról szól, hogy keressük a folyamataink gyenge pontjait, és ha megtalálunk egyet, akkor örüljünk neki, mert az lehetőséget ad a tovább lépésre. De ugyanakkor én arra is rájöttem így menet közben magamtól, hogy a hibázás az a lehető legtűélesebb indikátor arra, hogy ott, abban az adott szituációban mit nem tudok. Ha én erre nyitott vagyok, akkor szituációban vagyok, és nagyon könnyen és nagyon gyorsan fel tudom szedni azt a tudást, információt, amire ott abban a pillanatban akkor szükségem van. Tehát gyakorlatilag alapjaiban és gyökeresen megváltozik a tudásszerzési stratégiám, és nagyságrenddel hatékonyabbá válik. De itt nem állunk meg. Maga az EFOP 336-os projekt az a legfelső világos kék sáv, élménypedagógia. És nyilván itt tovább tudunk menni, mert azt mondjuk, hogy ezt elkezdtük projektekbe beágyazni, aminek alapja, hogy kutatunk, fejlesztünk életkori sajátosságok mentén. A kutatásfejlesztésnek következménye a felfedezés. Azt is mondhatom, hogy ez egy felfedező oktatás, és itt nagyon hangsúlyozom, hogy mindaz, amit mondok, az nem csak gyerekeknek szól, és gyerekekről szól. Maga a pályázat, amit megvalósítottunk, az 10-18 éves fiatalokról szólt, de az a módszerta, amivel itt dolgozunk, az életkor független. És ha eljutunk a felfedezésig, és azt mondom, hogy valós, releváns problémákat igyekszünk megoldani, akkor gondoljunk bele, akkor a vállalkozás alapdefinícióját mondtam el lényegében, mert minden vállalkozás valakinek valamilyen problémájának a megoldása. És ez az értékteremtés maga. Gyakorlatilag ott vagyunk az értékteremtés előszobájában, és innen már egy lépés, ez az úgynevezett startup inkubáció, és azért a startupot emelem ki, mert gyakorlatilag a Lean Startup metodológia az, amely nagyon klasszul kidolgozta az ötletek megvalósításának a módszertanát, hogy szélsőségesen bizonytalan körülmények közt a semmiből hogyan lehet létrehozni valamit, ami fontos lehet, és ami szükséglet alapú. És ehhez természetesen hozzá tudunk rakni egy üzleti modellt is, hogy hogyan működhet ez, hiszen az élménypedagógia mellé a képzéseket tudjuk társítani, a projektek mellé a kutatásfejlesztést, és itt például most, hogy lássátok, majd a mikrokertnél lehet, hogy fogom részletezni. Épp a mai napon küldtük el a titoktartási nyilatkozatot a Szegedi Egyetemmel. A Szegedi Egyetemmel hamarosan egy K+F szerződést is alá fogunk írni, és vannak olyan projektjeink, ahol ez a kutatásfejlesztés egyre erősebbé válik. A felfedezés az maga az innováció irányába visz, az értékteremtés az gyakorlatilag, ha lefordítom üzleti modellre közé, termék- és szolgáltatásfejlesztés, és itt az az alapkérdés, hogy vidéken, innovációhiányos környezetben mindezt meg lehet-e valósítani. Egy olyan környezetben, ahonnan gyakorlatilag egyetlen üzenet van a fiatalok számára. Nem én üzenem ezt, hanem a térség üzeni a fiataloknak. Egy szóval, menekülj! Az utóbbi 10 évben Békés-megye lakossága 13%-kal csökkent. Ez Magyarországon rekord. De ami ebbe durva, hogyha 2000 és 2010-et vesszük alapul, akkor ott 10% volt. Tehát ez 30%-kal nagyobb ütem, tehát azt is mondhatom, hogy egy exponenciálisan gyorsuló ütemben hal ki Békés-megye, és hogyha ehhez még azt a geopolitikai hátteret hozzáveszem, hogy nálatok Debrecenbe megépül egy autógyár és egy akkumulátorgyár őrült nagy beruházással, Szegeden szintén autógyár, biotechnológia, minden, akkor azt mondom, hogy Békés-megye 10 éven belül ki fog ürülni, Szeghalomtól északra a debreceni cégek fogják vadászni az embereket, Orosházától délre, meg a Csongrád megyeiek, Szarvastól nyugatra, meg Bács-Kiskun. És egyébként itt én néhány, egy-két városi és megyei vezetőnek mondtam azt, hogy
úgy kéne ebbe a térségbe az innováció, mint egy falat kenyér. És a megdöbbentő számomra az volt, hogy még a kérdést sem értették. Tehát elég síralmas így a helyzetünk, de hát ez van, és akkor nézzük, hogy mi van ebbe. Ez egy 1 plusz 2 plusz 3 éves projekt volt, ebben most nem megyek bele részletesen. Igen, itt van, sajnos elnézést kérek, ez most itt hibás dia. Itt a mit fejlesztünk kérdésnél alapvetően arról van szó, hogy egy termékfejlesztő az nem csak a terméket fejleszti, hanem a terméket, a folyamatokat és az embert. És ez a hármas fejlesztés az, ami okot ad gyakorlatilag magának, az innovációnak. És ezekbe elnézést, amikor összeraktam a diát, akkor még jó volt, de itt most mi történik? Na, akkor kilépek a prezentációból, átjövök teljes képernyős üzemmódra. Igen, itt van a problémám, és nem... jó, elnézést kérek, bemásoltam ezeket a képeket, és most ezzel nem tudok mit kezdeni hirtelen. Ha lesz kérdés, akkor megválaszolom. No, de mi ennek a kollabor inkubációs modellnek a lényege? Természettudományos élményközpontból léptünk ebbe tovább, hogy tulajdonképpen lépésről lépésre elkezdjük és igyekszünk bevonni az embereket. A lényegében olyan módon, hogy élménypedagógia alapján tanuljon, jöjjön be, segítsen, és utána ki tudjunk alakítani egy olyan körök rendszerét, ahol egy külső körből lépésről lépésre egyre jobban be tud jönni a középső körbe, és ehhez hozzá tudjunk tenni egy olyan projekt elszámolási rendszert is, aminek a későbbiek során, hogyha itt egy ilyen startupok, társadalmi startupok, vidéki innovációban gondolkodunk, akkor ez a későbbiek során egy kompenzációs alap tudjon lenni. Ugyanis akkor, amikor van egy ötletünk, és az ötletet adjuk el, akkor általában szinte mindenünk van. Van helyünk, vannak eszközeink, van tudásunk, egy dolgunk nincs, pénzünk nincs. És ezért van az, hogy itt igazából azok tudnak bejönni ebbe a projektbe, akik képesek a víziót úgymond megvenni, és itt egyébként egy csapattal elkezdtünk egy ilyen blokklánc alapú fejlesztést, ami alapvetően arra épül fel, hogy ebbe az elszámoló rendszerbe, hogy az agilis projektmenedzsment Scrum Poker pont és kreditrendszerére építsünk rá egy olyan kreditrendszert, amit utána át tudunk vinni egy ilyen pontalapú elszámolásba, ahol azt tudjuk mondani, hogy a projektekben megszerzett összes pont mindig a 100%, és ahhoz tudjuk viszonyítani, és tudunk differenciálni pontértékeket, hogy ki mennyit dolgozott ebbe. Ebben most nem akarok részletesen belemenni, de azt gondolom, hogy ez azért lehet fontos, mert ha társadalmi innovációban gondolkodunk, akkor nagyon gyakran halljuk azt, hogy passzív a mai magyar társadalom. Én nem azt mondom, hogy passzív, én azt mondom, hogy le van bénítva. Tehát mindegy, hogy milyen cselekvést indítanak el maguk az emberek, az első körben jelentéktelen lesz. És az, amit mi itt a kollaborban csinálunk, az alapvetően arról szól, hogy hát elnézést, nem jönnek be ezek a képek, megpróbálok ebből kilépni, megpróbálom újra megnyitni a képet, hát ha, vagy a prezentációt, hát ha sikeresebb leszek, ha nem, akkor elnézést kérek. Tehát mi azt szoktuk mondani, így ilyen módon, amikor diákokkal, vagy bárkivel így elkezdünk együtt dolgozni, hogy először álmodunk egy
nagy álmot. És amikor egy ilyen álmot álmodunk, akkor ebbe az a fontos, mindjárt megnézem, hogy betölte, akkor ebbe az a fontos, hogy ez tényleg nagy legyen, ez az álom. Jó, most betöltött, oké. Tényleg nagy legyen ez az álom, és olyan, ami sok ezer, vagy akár sok millió ember életére lehet pozitív hatással. De utána mi azt mondjuk, hogy ezt a nagy álmot hozzuk le a legkisebb első lépésre, ami viszont lehet olyan kicsi is, mint egy gyerekjáték, és a kettő közt építsünk hidat. Ehhez a gondolathoz vissza fogok térni, de először, hogy mik akadályozzák a társadalmi innovációnak egyáltalán a kialakulását, és hát mi is az innovációs paradoxon, ezt egyébként éppen a Debreceni Egyetemen tudtam meg, de ezt ajánlom nektek. Itt ezt az ábrát mutatom csak, ajánlom figyelmetekbe, hogy egy EU-s projekt megvalósításának a módszertana, az gyakorlatilag arról szól, hogy elindul a projektünk 2018. szeptemberében, nullából szeptember 1 és 30 közt felugrunk az időarányos indikátor teljesítés 100%-ára, 2021. márciusáig nyomjuk ezerrel az iszonyat nagy számosságot, majd utána ebben a szakaszban, amikor itt az indikátorokat teljesítjük, akkor nem lehet bevételünk. Ha bevételünk van, akkor a pályázat levonja a támogatási összegből, majd megszűnik a támogatásunk, leesik nullára, és azt mondja a projekt, hogy tarts fönn. Hát elnézést, hogy ezt mondom, ez a totál idiotizmus. Tehát ma a forrás felhasználásaink így működnek, miközben egy normális fenntartható vállalkozás így működik, hogy először megvan az első vásárló, a második, az ötödik, a tizedik, a századik, az ötvenedik, az ötszázadik, meg a kétezredik, és minden egyes fázisban más-más problémát kell megoldani. És itt volt maga a fejlesztési folyamat, amikor én ezt egy Békéscsabáról elszármazott termékfejlesztő srác, annak idején a Skyscannernek volt a termékfejlesztő, meghívtuk egy előadásra, és akkor ő tette föl magának a kérdést, hogy mit fejleszt a termékfejlesztő, és így válaszolt rá, hogy gyakorlatilag a terméket, a folyamatokat és az embert fejleszti. És ennek a meccéspontjában van ott a maga az értékteremtés. És amiről én beszéltem, ugye ez a PDCA ciklus, ez egy fejlesztési ciklus. Ez a tervezd meg, hajtsd végre, ellenőrizd, avatkozz be, standardizálj, vagy ami rossz, azt javíts ki, és menjünk tovább. Ha egy EU-s forrás felhasználásba gondolkodunk, akkor ez a fejlesztési ciklus, ez 2 év. Tehát mindenki azt feltételezi, hogy gyakorlatilag ebbe a pályázatban mi 2017. júniusában leírtuk azt, hogy 2020. augusztusában hol fogunk tartani, gombostűre lebontva, és annak úgy kell lenni, és kész. De ez nem normális. Az élet az nem így dolgozik, és az a Lean Startup metodológiából jön. Ugyanarról van szó, hogy megtervezünk valamit, van egy ötletünk, fejlesztünk belőle valamit, van egy termékünk, mérünk, információt szerzünk, tanulunk, csak amíg a hagyományos fejlesztési ciklus most egy EU-s projektnél az, mit tudom, 1 vagy 2 év, addig egy iteratív fejlesztésbe azt mondják ezek az őrültek, hogy 2 hetente kiadunk egy újabb verziót, egy release. Tehát gyakorlatilag van egy célunk, egy rövid, csinálunk valamit, rögtön visszacsatolunk, a valóságból rögtön információkat gyűjtünk, és megváltoztatjuk, hogyha kell. Majd amit projekteket bemutatunk, abban ilyen módon tudunk dolgozni. És amikor elkezdünk dolgozni, akkor ugye a hagyományos fejlesztés az így működik, hogy legyen funkcionális, megbízható, használható és elragadó a dizájn.
a Lean Startup metodológia meg azt mondja, hogy na most például mit jelent a funkcionális dolog? Azt gondolom, hogy a Neptunt mindannyian használjátok. A Neptun az így működik. Funkcionális, hát, hogy megbízható-e, nem tudom, használhatósága az erőteljesen megkérdőjelezhető, és minden, csak nem elragadó. Tehát egy 90-es évek második felében az internet korszak elején megszületett dizájnban csinál valamit. Ezzel szemben egy Lean Startup metodológia a minimálisan működő, az MVP-be, a minimálisan működő modellbe azt mondja, hogy ebbe a piramisba szedjünk ki egy szeletet, és ebben az egy szeletben legyen meg minden, csináljunk valami nagyon picit. Ez az, amikor én azt mondom a fiataloknak, vagy akár a felnőtteknek is, hogy álmodjunk egy nagyon nagyot, de azt hozzuk le a legkisebb első lépésre, és az nem baj, hogyha ez olyan pici, mint egy gyerekjáték, mert az a fontos, hogy mi ebbe a pici első lépésbe lássuk a nagy képet. És ha ez megvan, akkor itt brutális motivációs rétegek és inspirációs rétegek nyílnak meg. De miközben ezen gondolkodunk, szembe kell tudjunk nézni a megoldandó problémával. Ez a több mint egy évtizede a Csepeli tanulmány, az el nem múló feudalizmus, ami ugye az EU-ban, az országokban vizsgálta a cselekvők, lázadók, szenvedők arányait, és hát Magyarországon mi szenvedésben dobogós helyen vagyunk. A társadalmunknak nagyjából a kétharmada az elszenvedi, ami vele történik, durván a 20% a lázad, és 10% cselekszik. Viszont ezzel szembe kell nézni. Tehát ha 10% cselekszik, akkor ők a célcsoportunk. Vagy azt is mondhatnám, hogy a társadalomnak körülbelül a 2-3% az innovátor. Nem baj, akkor azt a 2-3%-ot keressük, és velük akarunk valamit tenni, mert gyakorlatilag ez a társadalomnak az a rétege, ami a legnagyobb hozzáadott értéket tudja megteremteni, és akik utána be tudják vonzani a többieket. A lázadók, az egy nagyon jó réteg, ők akarnak valamit, ők aktívak, ők dinamikusak, csak nekik megakadásaik vannak, és éppen folyamatosan nem jó semmi, de így szépen lehet haladni. És hogyha gyakorlatilag ezt így végignézzük, és azt, hogy a globálban is rátekintünk arra, hogy milyen kérdéseket kell megoldjunk, akkor én ma azt szoktam mondani, és erre majd ti nyugodtan mondhatjátok azt a szakmán belülről, hogy nettó marhaság, amiről én beszélek, de én arra jöttem rá mostanában, és értsétek jól, semmiképpen nem akarok politizálni és pártpolitizálni, különösen nem, de engem egy idő után elkezdett zavarni a jobb és baloldal fogalma, mert nem tudtam értelmezni. És én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy mi 19. századi fogalmi kategóriákkal akarunk 21. századi problémákat megoldani, és a 21. század, tehát hogyha most ebből az innovatív kultúrából jövünk, akkor ez egyszerűen átlépi. Erre van egy példám, ami az üzleti világból jön, és nyilván ezzel is lehet vitatkozni, de én azt mondom, hogy ezt próbáljuk átültetni társadalmi folyamatokra. Az Airbnb sztoriát akarom nagyon gyorsan elmondani. Két amerikai egyetemista kezdte, New Yorkba kivettek egy albérletet, semmi bútor nem volt benne, a négy fal, és mivel csórók voltak, és hétvégén nem voltak az albérletben, ezért hétvégére kiadták. Innen indult az Airbnb sztori. Majd meghekkelték a piacot, és csináltak egy közösségi lakásmegosztó alkalmazást. És ennek az lett a következménye, hogy 2008 és 10 között, de ott 2010 környékén, két év alatt több szálláshelyet generáltak globálisan, mint a Hilton szállodalánc 80 év alatt. És soha egyetlen egy pillanatig sem akartak a Hiltonnal megküzdeni. Egyszerűen ebben a megszületett új világban ők felrajzoltak egy új játékteret, megismerték ennek az új játéktérnek a
szabályait, és csináltak egy új üzleti modellt. És tulajdonképpen átlépték azt a valamit, amit a Hiltonnal jellemzünk. És nyilván van a Hilton is, meg az összes többi szállodalánc is, de innentől kezdve van valami egészen más is. És nem tudom, hogy mi lesz ez az egészen más. Én azt tudom, és lehet, hogy nem szakmai ez az egész történet, de azt tudom, hogy én ezeket a 19. századi kategóriákat nem tudom értelmezni. És különösen nem tudom értelmezni abban a relációban, amilyen problémákat 10 éven belül meg kell oldjunk. Hát gondoljunk bele, most nagyon leegyszerűsített a képlet, de gyakorlatilag egy olyan alaptársadalmi képletben élünk, ahol az egymásnak feszülő erők oltják ki egymást, és energiavámpírként húzzuk le egymást, miközben lebénul maga a társadalom, és az alkotó energiák nem tudnak a felszínre jönni. És én azt gondolom, hogy az, hogy ezeket az alkotó energiákat a felszínre tudjuk hozni, ez a jelennek és a közeljövőnek a kulcskérdése. És ennek érdekében mi valósítottunk meg úgynevezett hekatonokat. Ez a hekaton, ez a meghekkelni, feltörni szó, és a maraton szavak összetétele. Az IT világából programozók indították el, amikor azt mondták, hogy összejönnek egy hétvégére, van egy probléma, és azt mondták, hogy éjjel-nappal azon dolgoznak, nem állnak fel addig, amíg meg nem oldják. Na most ezt startupok ötletvalidációira is alkalmazzák, sőt, Észtországban elkezdték a Bugarszky Zsolték úgynevezett társadalmi hekatonokat csinálni, tehát gyakorlatilag, és annak a mintájára most már itt Magyarországon is megjelent ez, de akár egy társadalmi vállalkozást is létre lehet hozni egy úgynevezett hekaton, tehát ennek megvan a maga dramaturgiája, és amit én tapasztalok, bármikor, ha ezt megcsináltuk, akkor ez mindig egy péntek, szombat, vasárnap, vagy 2 egész nap, vagy 3 nap, egy nagyon intenzív, tehát ilyenkor tényleg mindenkinek lóga bele a végére, tehát, hogy agyilag intenzív és megterhelő, viszont kivétel nélkül mindenkinek a projektje legalább 2-3-szor összeomlik menet közben, viszont olyan flashek, olyan felismerések születnek meg, amelyek akkora muníciót adnak, hogy általában úgy mennek el erről a hétvégéről, hogy bakker, most már tudom, hogy mit kell csinálni, és hajrá, csináljuk. Tehát gyakorlatilag ilyen robbanásszerűen képesek vagyunk feloldani azokat a gátakat, amelyek gátolnak, és egyébként ebben az is eredmény, ha valaki rájön arra, hogy miért nem lehet az ő projektjét megvalósítani, és például megváltoztatni. Na, itt látunk erre egy példát, és itt nem diákokkal hoztuk, ez 2022 őszén volt a B-terv nevű hekaton, ami tulajdonképpen itt a Kollabor a pilot projektje lett az ELTE TINLAB-nak, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Labornak, és ennek a része volt ez a hekaton is. És itt egyébként hívtunk meg mentorokat, vállalkozókat, bizniszkócsokat, és olyanokat, akiknek ötleteik voltak, és egy nagyon intenzív, nagyon alkotó energiákat felszínre hozó hétvégét tartottunk. 2015-ben csináltuk az első ilyet, és akkor egy sztori, hogy mekkora ereje van ennek. Az is így felnőtteknek volt meghirdetve, de volt a 2015-ösön 3 akkor 17 éves gimnazista fiatal srác. Ha a kollabor.hu-n böngésztek, akkor ott fogtok egy olyat találni, egy olyan előadást, és a videó is ott lesz, ahol ezzel a 3 sráccal beszélgetek, 5-6 évvel később, és elmondják, mind a 3-an ezen a pályán vannak, azt mondták, hogy annak az egy hétvégének volt akkora ereje, hogy azóta se tudtak lejönni erről a szerről. Az egyik srác, ahogy itt Magyarországon elvégezte az egyetemet, kiment Hollandiába,
aztán a mesterséges intelligencia alapú képfeldolgozó szoftveren dolgozik, és ott mondta el akkor, karácsonykor volt itthon, és január első hetében volt a beszélgetés, hogy mondta, hogy ha ő most visszamegy Amsterdamba, akkor létrehozza a cégét, mert egy kórházzal együtt dolgozik egy olyan képfelismerő mesterséges intelligenciára épülő algoritmuson, ami CT képekből képes diagnosztizálni. És ennek gyakorlatilag egy hétvége volt az oka. Itt van ez. Ennek a TeenLab pilotprojektnek lett az eredménye ez a dokumentum, ez a kollabor működési kultúra és üzleti terv. Aztán, ha tovább megyünk, akkor ugye erről beszéltünk, hogy mi ennek a modellnek a lényege. Erről már röviden beszéltem, a projektelszámolási rendszerről is. És akkor néhány konkrét projektet még így, mielőtt megszakad a videó, és utána majd esetleg visszajövünk. Említettem nektek ezt a mikrokertet, amikor karantén volt, és nem tudtunk semmit csinálni. Én ezt a projektet projektmenedzserként vezettem le, de mint pedagógus, én kívülről, mint megfigyelő és teoretikus is részt vettem benne. És fokozatosan épült ki az a gondolat, hogy ez a tudományos élményközpont, ez tulajdonképpen egy startup inkubátor, és ha úgy tetszik, és ezt a TeenLab dokumentumban le is írtam, ez egyszerre tud pedagógiai, társadalmi és vállalkozási inkubátor lenni, és tudom, hogy ez nagyon nagy falat, de én ezt a hármat szándékosan nem akarom szétszedni. Mert kulcskérdés. Mert ha működési módszertanról beszélünk, akkor pedagógiai innováció, a közösségépítésről, fejlesztésről és társadalmilag érzékeny problémák megoldására lakott társadalmi innováció, és hogyha azt mondjuk, hogy ez legyen fenntartható, akár társadalmi vállalkozásként is, akkor meg egy vállalkozási inkubációról beszélünk. És akkor azt mondtam magamban, 2020 márciusában összeomlik az ellátási lánc, és biztos emlékeztek rá, ez egy hétig tart. És én azóta tudtam meg egy összeomlás kutatótól, hogy két hét a kritikus idő. Ha két hétig összeomlik egy társadalomban az ellátási lánc, akkor kitörnek a zavargások. Tehát nem, nagyon nem volt véletlen, hogy rekordsebességgel visszaépítették ezt az egészet. De az mégis azért volt nagyon figyelmeztető számomra, mert én el nem tudtam képzelni, hogy egy jóléti fogyasztói társadalomban képes lehet az ellátási lánc összeomlani. És utána elkezdtem utána nézni ennek a kérdésnek, és megtaláltam Sarah Merkel egy TED előadását, a Grow Intelligence cég vezetője, akik egy nagyon komoly kutató intézetet építettek föl. Globálisan a világ összes országának összes élelmiszertermelő rendszerét vizsgálják, monitorozzák, és elemzik, és ez azt jelenti, hogy a tőzsdei ármozgások előtt halálpontosan meg tudják mondani, hogy mik lesznek a változások. Na, ez a kutató, hogy mondja azt, hogy 2027 környékére egy 214 billiós kalória hiány prognosztizálható globálisan. Nem mondom el, hogy mire épül ez, de mi itt Európában nem tudjuk elképzelni, hogy belátható időn belül élelmiszerválság lesz, de gondoljunk arra, hogy nem kell, hogy Európában élelmiszerválság legyen. Nekünk bőven elég, ha Afrikában az van. És azt már Európában mindenki érezni fogja. És elkezdtük ezt a mikrokert projektet, és Tibor, egy gyors kérdés, mennyi időnk van, amíg szétkapcsol a rendszer? És akkor még a projektekről néhány dolgot, tehát, hogy mindaz, amit eddig mondtam, az elmélet, de ez hogyan valósul meg a valóságban? Amit nem raktam be, ha most az EFOP 336-os projektet nézzük, akkor... Mondjad? Nagyon jó. Jó, akkor 21 Békés-megyei oktatási intézménnyel két év alatt 6500 diákot vontunk be, akik
akikkel nem egyszeri volt a találkozásunk, hanem átlag legalább 3-5 alkalom, tehát nagyon nagy számosság volt ebbe az egészben. Amikor körvonalazódott az, hogy de hiszen mi potenciális ilyen startup inkubátor vagyunk, hiszen mindenünk megvan hozzá, akkor elkezdtem így megnézni, hogy középiskolás rácok mennyire harapnak rá például az ilyen középiskolásoknak kiírt startup versenyekre, és két alkalommal volt az IDEA Fest, IDEA Fest országos verseny, mind a két alkalommal harmadik helyet hoztunk el, ez a második alkalom Acheta Pro, ők automatizált tücsökfarmot kezdtek el tervezni, és itt látható a kis berendezésük, és itt középen, amit láthattok, ugye a lényeg az, hogy álmodjunk egy nagyot, itt az ő álmuk az a fehérje probléma megoldása. Gyakorlatilag, nem tudom, tudjátok-e, hogy addig, amíg 1 kiló marhahúshoz 30 ezer liter ivóvízre van szükség, addig 1 kiló tücsök proteinhez 2-3 liter vízre, és energiába is ilyen módon exponenciálisan sokkal kevesebb energia. És elkezdődött a felfedező tanulás, és nagyon izgalmas volt az egész. Amikor a piacot kutattuk, hogy hol lehet ez releváns, mert hát Európában azért nem nagyon fognak rovarfehérjét tenni, akkor eljutottunk odáig, hogy ugye találkoztunk olyan hírekkel, hogyha az ember most újra ebben az évtizedben már a Holdra visszamegy, akkor ott már bázist fog kiépíteni. Ezt ma már lehet tudni, vagy azt is lehet tudni, hogy ma már megszületett az az ember, aki a Marson fog meghalni, mert a mi életünkben lesz marsutazás. És biztos, hogy a Holdon és a Marson nem lesznek szarvasmarha telepek, tehát ez, de fehérjére szükség lesz. Tehát ilyen gondolatokból indult el a dolog, és amikor ideig eljutottak, akkor a srácok megtalálták a Magyar Asztronautikai Társaságot, felvették velük a kapcsolatot, és segítséget kértek. Vagy most például ők a mai napig is együtt vannak, de változtattak egy kicsit a projekten, elkezdte őket érdekelni a katonalégylárva tenyésztés, és összehoztuk őket, a most ülőn épült egy nagyüzem 8 milliárdos beruházással, és az egyik vezetőjével megismerkedtek, most április 12-én megyünk tanulmányútra, mert az a helyzet, hogy ezeket a srácokat már nem lehet leállítani. Tehát, és értsétek jól, tehát mindig azt mondom, a lehető legjobb értelemben, az, amit csinálunk a kollaboron belül, ez egy innovációs játszóház. De valódi eszközökkel, valódi módszerekkel, életkori sajátosságok mentén, és ennek az a következménye, hogy először elkezdünk játszani a gondolattal, és menet közben érik meg, hogy de hát ez működhet valóságban is. És amikor ez a gondolat megszületik, ott üt be maga az inspiráció, és onnantól kezdve nincs leállás. Nos, ő itt jobb szélen, Szatmári Zalán, egy évvel ezelőtt januárban egy e-sport bootcampen futottunk össze a kollaborba, mert a fiam e-sporttal foglalkozik, és akkor én így pingelgetem a fiatalokat, és akkor ilyen hülyeségeket kérdek tőlük, hogy mi a te világcéged. Aztán belemennek a játékba, vagy mi a nagy álmod. És Zalán azt mondja egy évvel ezelőtt, januárban, hogy ő akkor fog végezni a helyi gépészeti iskolában mehatronika szakon. Ugye a mehatronika, mechanika és informatika, tehát robotika. És azt mondja, hogy érettségizni fog, de ő még nem épített robotot. És ő szeretne robotot építeni, és az ő nagy álma, hogy egy pincérrobotot csináljon. És én azt mondtam neki, hogy figyelj Zalán, a pincérrobot az nem nagy kihívás. Van egy robot porszívónk, rárakunk egy felépítményt, és megvan az alapja. Tehát, hogy nem. És elkezdtünk erről beszélni. A nagy álom legkisebb első lépésről. Elmondtam neki ezt, hogy nagyot álmodunk, de megkeressük a legkisebb első lépést. És azt mondtam, hogy és ez nem baj, ez olyan kicsi, mint egy gyerekjáték. És ez a gondolat megtetszett neki,
És amikor a piacot kezdtük el elemezni, akkor negyed órán belül rájöttünk arra, hogy ma már a digitális írástudás is alap szükséglet és kulcskompetencia. És nem tanulnak meg a fiatalok programozni, meg robotot se építeni, és rájöttünk arra, hogy de ugyanakkor vannak oktató robotok a piacon, de ezeknek az a jellemzője, hogy egy-egy életkorra van, és ha a gyerek kijátsza, akkor a szülő vesz egy másikat. Tehát, hogy ilyen korlátozott tudásúak. És azt mondta az Alán, hogy mi lenne, ha ő készítene első lépésbe egy olyan oktatórobotot, amivel egy 8-10 éves gyerek tud játszani, nagyon egyszerűen menjél előre, hátra, jobbra, balra, és ez innen kezdődik a programozás egyébként. És azt mondta, hogy ez legyen olyan, hogy kitteket lehessen hozzá vásárolni, készleteket, és így tovább lehessen majd építeni, és a cél az, hogy 18 éves korára professzionálisan tanuljon meg programozni, és robotot építeni. És akkor így néztünk egy nagyot, és azt mondtuk, hogy ez bitang jó. Modulárisan építhető robotrendszer. Így kimondva, szerintem marha izgalmas, elkezdtünk utána nézni, hogy de mi ez? Tehát ebben az egész fejlesztési folyamatban mindig ott van a kérdés, hogy meg kell érteni, hogy mivel foglalkozunk. A kollabornál is meg kell érteni, hogy mi a kollabor egyébként. És ez nem egy lezárt folyamat. Ha valaki be akar jönni ebbe a projektbe, akkor ezt végig fogjuk játszani vele. Mert neki is a megértésében el kell ide jutni. És akkor rájöttünk arra, hogy hát ez egy piszak izgalmas dolog, és nem nagyon vannak ilyenek. Tehát, hogy felfedeztünk egy olyan kategóriát, ami gyakorlatilag még nem nagyon van, de még azt is fel kell fedezni. De hogyan működik ez a fejlesztés? És azt mondtuk, hogy oké, azt mondtam az Alánnak, hogy figyelj, neked most nem nullából kell valamit kitalálni, hanem először meg kell tanulni robotot építeni, keress az interneten egy olyan DIY barkács robotot, aminek a 3D nyomtatható állományai, az STL állományok és a 3D modellek is ott vannak, az 3D-be kinyomtatjuk, megvesszük a szervomotorokat, és te majd megcsinálod a programozást hozzá. Na ez a srác áprilisban, májusban, érettségi szünetben folyamatosan a kollaborba lógott, már én mondtam neki, hogy figyelj, készülj már az érettségire, legyintett egy nagyot, azt mondja, hogy ez nem érdekli, mert itt most feladat van. Az Edison Kids Samsung versenyére készült. Az érettségit gyakorlatilag csípőből, kisújból kirázta, és 10-20-szor annyi időt beletolt ebbe a projektbe, mintha tanórai keretbe lett volna. Megépítette a robotot, felprogramozta a robotot, rengeteget szívott közbe. Itt jön be a hibázás kultúrája. A hibázás kultúrája egyszerűen a felfedezésnek az alapja és a motorja, és az inspirációnak az előszobája. Gondoljuk végig a folyamatot, csinálok, egy olyan úton járok, amit nem tudok még megcsinálni. Életünkben számtalanszor vagyunk ilyen helyzetben, de meg kell oldani, kell, hogy legyen megoldási stratégiánk. Hibázok, az tűélesen megmutatja, hogy abban a pillanatban mit nem tudok, arra vonatkozóan elkezdek keresni, kutatni, megoldási stratégiákat építek föl, és ez vezet el a felfedezésig, a felfedező tanulásig. És amikor a felfedezéshez eljutok, na az maga az inspiráció, ami a motivációt négyzetre emeli. Ami a lényeg, hogy ez a srác az Edison Kids Samsung versenyében ő második lett, az Acsata Pro, akiket bemutattam, harmadik. A 164 csapatból két dobogós helyezete lett a kollabornak tavaly, 2023. júniusában. A Balogh Petya befektető egy órán keresztül leült a srácokkal beszélgetni, meghívta a cápák közbe. Május 26 vagy 22, ezt most nem tudom, mert mindjárt megnézem, ami vasárnapra esik, akkor lesz majd
cápák közt, pillanat, rögtön nézem, nem, 26-a vasárnap, május 26-án nézzétek, ott lesz a cápák közben Zalán ezzel a robottal. Ő most a Szegedi Egyetem üzemmérnök infón első éves hallgatója, és múlt héten beszélgettem a Dán Univerzál robot innovációs vezetőjével, akinek nagyon egyszerűen felcsillant a szeme, amikor azt hallotta, hogy egy középiskolás rác robotot épített, tehát muszáj lesz összehozni majd őt ezzel a robot céggel. Majd kiderül, mi lesz belőle, de ez arra jó példa, hogy egy innovációs játszóház, amelyik komolyan veszi magát, az komoly eredményekhez tud eljutni, és azt gondolom, hogy szerintem ma a legfontosabb kérdés, hogy a társadalomunknak ezt a lebénultságát hogyan tudjuk feloldani, és hogyan tudunk értékteremtő kisközösségek hálózatát létrehozni. Az Only Polymer, itt szintén ők az Idea Fest első évadában lettek harmadikok, ők biopolimert állítottak elő, egyszerűen itt krumplit pucolnak, aztán kiáztatják a keményítőt belőle, összefőzik glicerinnel és savval, és elindul a polimerizációs folyamat, és ők például képesek voltak arra, hogy egy szombati napon bejöjjenek külön kémia órára, mert, hogy megértsék a polimerizáció folyamatát. Aztán van nekünk Békés Csabán egy üzleti közösségünk is egyébként, és akkor most egy kis összefoglalás jön. Gyakorlatilag az a térség, ahol én élek, az egy innováció hiányos térség, az innovációs paradoxon összes tünetével. Általában nincs viszonyunk az innovációhoz, elavult maga a gondolkodás, pályázatfüggő a gondolkodás, és a rossz szocializációs módszerek rossz megoldási mintázatokat hoznak be. Viszont nekem ezzel a mikrokerttel és az összes több ilyen pilotprojekttel is az volt az előfeltevésem, és azt gondolom, hogy ezt be tudtam bizonyítani, hogy nekünk mindenünk megvan egy innovációs inkubátorhoz, tőke alapunk nincs, tőkénk nincs. De az volt az előfeltevésünk, hogyha van helyünk, vannak eszközeink és van tudásunk, akkor az első befektetési kört meg tudjuk spórolni. És ezzel egy sokkal jobb kondíciót tudunk teremteni az ötletekhez. A tapasztalatunk az, hogy a vízió az rendkívül fontos. Az, amikor azt mondom, hogy nagy álmot építünk, akkor víziót építünk. Ez hoz be. Én kivétel nélkül mindenkinek a víziót szoktam eladni. Utána elkezdünk cselekedni, ott megtaláljuk a motivációkat, és amikor eljutunk a felfedezésig, akkor ott történik meg az áttörés, és onnantól kezdve nincs leállás. Még akkor sem, ha éppen tönkre akarnak verni minket. És majd erről is beszélek, hogy hogyan. Jó, tehát itt ezen most így ugrok. Tulajdonképpen itt nekünk az volt a célunk, és itt a TINLAB kapcsán is, hogy hogyan lehetne ezt terjeszteni. Én tanár pályám mellett közművelődési szakember is vagyok, 10 évig egy kulturális központot vezettem Békésvárosában, és én tisztában vagyok azzal, minősített közművelődési intézményeim voltak, tehát gyakorlatilag minőségirányítási rendszereket vezettem be. Én azt mondom, hogy szerintem én voltam az első, és talán még az egyetlen, aki lean folyamatmenedzsment módszereket vezettem be a közművelődésbe. De ez, amit a kollaborral végigjártunk, ez egy új típusú közösségi tér. Ilyen nincs. De én azt gondolom, hogy a jövő szempontjából kulcskérdés, hogy meg tud-e jelenni, és el tud-e terjedni. Viszont azt is tudom, hogy ez nem tud egy hagyományos franchise-ban elterjedni, ennek egy új üzleti és terjedési modell kell. Ezt most munkanév alatt társadalmi franchise-nak nevezem, vagy nevezzük néhányan, de azért nem, tehát hogyha most egy hagyományos franchise-t nézek, gondoljunk a McDonald's-ra, nem, tehát értékítélet nélkül mondom, akkor ott egy tűélesen gombos tűre lebontott rendszer átadásáról van szó. Ha a kollaborban gondolkodunk, akkor meg egy
akkor sokkal inkább tudom a finn oktatási rendszerhez hasonlítani, hogy egy folyamatos, permanens felfedező útról van szó. Nem tudok franchise-ba recepteket átadni. Egy felfedező útat tudok átadni egyébként. És lényegében így jutottunk el odáig, hogy én azt mondom, hogy ha el tudjuk azt fogadni, vagy vitatkozunk is vele, de ez az én érzésem és az én megélésem, hogy 19. századi politikai fogalmi kategóriákat nem, egyre inkább nem tudok értelmezni, nem tudom értelmezni a jobbat, a balt, ezt, az, azt. Ezek olyan címkék, amelyek a megosztásra jók. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy aki oldalakban gondolkodik, az megosztásban gondolkodik, és aki megosztásban gondolkodik, az kirekesztésben gondolkodik. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy aki egységben gondolkodik, és emellett tömegben gondolkodik, az meg diktatúrában gondolkodik. És ezért az én megoldásom ebből az egész startupos gondolkodásból az, hogy ma az a kérdés, hogy létre lehet-e hozni értékteremtő kisközösségek decentralizált hálózatát úgy, hogy a társadalom szövete az egyre erősebb legyen. Mert ha igen, akkor ez tulajdonképpen nem az a fajta képviseleti látszatdemokrácia, amiben élünk, mert egyébként nem, ez nem az, hanem ez egy olyan fluid és likvid demokrácia, ahol az értékteremtő kisközösségek értékteremtő folyamatai emelik a társadalom értékteremtő képességét. De a társadalomban élő emberek értékteremtő képessége nagyon minimális, hiszen úgy megyünk végig egy iskolarendszeren, hogy magával az értékteremtésnek a módszertanával soha sehol nem találkozunk, még érintőlegesen sem. Na most én azt gondolom, hogy ha a kollaborban van életképesség és önjáró képesség, akkor a tétje az az, hogy létre lehet-e hozni ezeken a kicsi, kvázi és valós üzleti és társadalmi startupokon keresztül egy olyan decentralizált értékteremtő közösségi hálózatot, amelyik egy társadalom mérnöki szinten képes átlépni a 21. századba. Mert a startupok szintjén átléptünk a 21. században, de a társadalommérnökség szintjén pedig, amit a hétköznapokból tapasztalunk, ott meg nagyon nem. De hol tartunk most? Teljesítettük a projekt összes indikátorát, úgy teljesítettük, ahogy a szerződésünkben állt, nem követtük el a szabálytalanság feltételeit, tehát tényeket mondok, nem állapítottak meg sem jogszabálysértés, sem pénzügyi érdeksérelmet, mégis megállapítottak egy olyan szabálytalanságot, aminek következtében 34 millió forintot visszakövetelnek. Itt azért van 33 millió, mert már a kamatot is ráverték, ami az ő időhúzásukból származott, és ez csődbe viszi a fenntartó alapítványt. Múlt hét hétfőn a NAV már lefoglalta az eszközöket, és gyakorlatilag beszántják az egészet, és beszintik sóval a kollabornak a helyét. De az a helyzet, hogy amikor azt mondom, hogy a diákok és a felnőttek is, akik részek vannak ebbe, inspiráltá válnak, akkor azt mondom, hogy a kollabor az egy platform, olyan, mint egy operációs rendszer. Ugyanazok a folyamatok működnek rajta, mint a benne levő projektekben. És én pedagógusként és közművelődési szakemberként is azt mondom, hogy beleláttam egy olyan világba, amit én már nem eresztek el szívesen, és a diákjaim sem eresztenek el szívesen, meg akikkel együtt dolgozok, azok sem. És annak ellenére, hogy ezt csődbe viszik, mi ezt szeretnénk továbbvinni. És ezért én most a közelmúltban meghirdettem a Kollabor 100 programot, és ez nem a saját felfedezésem. Itt ajánlom nektek, hogy keressetek rá a Urban Space 100 kifejezésre. Ez egy Kelet-Kárpátokban levő ukrán város, 2013-14 körül indult a projektjük. Hasonló dologból. Egy vállalkozó körbejárta a vállalkozó társait, és meginterjúvolta őket, hogy
mi az, ami hiányzik nekik a településből. Miért mennek el a fiatalok például? Miért csökken a település lakossága? És akkor olyanokat mondtak neki, hogy nincsen közösségi tér, nem tudnak hol találkozni, stb. Egy csomó ilyen dolgot mondtak. És akkor ez az ember azt mondta, hogy figyeljetek, ha van 100 olyan ember, aki $1000 beszáll, akkor létrehozom ezt a helyet, ami kívülről nézve egy vendéglátóhely, egy kávéház, egy étterem. Belülről nézve a társadalom a helyi társadalom innovációs központja. És gyakorlatilag én ebben a modellben kezdtem el gondolkodni, és nagyon az elején vagyok, én most azt mondom, hogy a 10%-át már így is ígéretben megszereztem. Én most adtam magamnak egy évet arra, hogy be tudom-e hozni az első 100 olyan támogatót, aki 1000 euróval beszáll abba, hogy induljon újra a kollabor. És itt most nem csak Békés Csaba és Békés megyét értem alatta, hanem bárkit, mert hogyha valaki számos embert tette fel a kérdést, hogy az ő településén lehetne ilyen, akkor azt mondom, hogy figyelj, gyertek be, ez kisebb összeg annál, amennyivel egy angyal befektető beszáll, de elég komoly összeg ahhoz, hogy legyen tétje, és fontos, hogy legyen tétje, és építsük fel azt a közösséget, akikkel létre tudjuk ezt a helyet újrahozni, és nézzük meg, hogy mit tudunk ebből kihozni. Nos, ezt így zárásként írtam, hogy olyan hely a kollabor, ahol valódi emberek valódi eszközökkel valódi problémákat oldanak meg, alkotnak. Úgyhogy nagyon röviden én ennyit szántam, bocs, hogy egy kicsit hosszabb voltam. Ha van kérdésetek, akkor én nagyon szívesen válaszolok erre. És akkor a prezentációt megszakítom, és újra itt vagyok. No, hát köszönöm szépen ezt a keretet, amiből ezt az innovációs programot, projektet kibontottad. Jó magam, sejtettem, hogy mi a kollabor, de ezeket a kapcsolódásokat nem tudtam. Már nincs itt Erdély Ilona Ópáiból, aki, vagy hát nem tudom, itt van-e, szerintem nincs, aki teleház tanodavezető, és én mondtam neki, hogy kapcsolódjon be, mert a tanodák megújításában, hogyha nem is ilyen, mert ez már a komolyabb szint, a belépő szint, tehát a nullás szint, egy pont szint, mondjuk szerintem az kezdődhet ott is, hiszen hálózatos működés a tanoda, vannak tanodaszövetségek, már rengeteg, ahogy hallom, és ez egy speciális élménypedagógiai program. Ráadásul szerintem ilyen körben, ami ugye a hátrányos helyzetű gyerekek világát jelenti, ilyen pilot még nem is nagyon volt, talán nem tudok róla. Nos, és majd még beszélünk műsoron kívül valamikor, nem? Kérdezem, hogy a három kitartó kollega hogy látja a kérdést? Hát én nekem pont az lett volna a kérdésem, mert ugye én tanodázom, és mi is szoktunk ugye a gyerekekkel táborozni, és pont ezt erre szerettem volna ugye rá kérdezni, hogy azt hiszem említette ugye, hogy nyári táborok is. Igen. Csak hát ugye most itt a végén hallottam ezt a szomorú tényt. Tehát, hogy akkor most gyakorlatilag ennek az egész projektnek a jövője az kérdőjeles, és akkor ebből kifolyólag akkor most a kérdésem az nem is releváns? Mondom, hogy hogyan megy ez. Tehát 2020 augusztus 30-a zárt volna a finanszírozott része a projektnek. Tehát addig történt a finanszírozás. A COVID miatt fél évvel meghosszabbodott, 2021. március 3 volt a zárás, és onnantól kezdve ez nem fordult még át fenntartásba. A Békés-megyei Könyvtár a konzorciumi partnerünk, és miután így az alapítványunkat ilyen módon elmesztelték, és tényleg nem tudok ezzel mit kezdeni, tehát egy jogszabályoknak megfelelő beszerzési eljárásról beszélünk. Én közöltem a konzorciumi partnerükkel, mi vagyunk a konzorcium vezetők, hogy figyeljetek, ha
ugye ez az adósság így marad, akkor gyakorlatilag a NAV be fogja vonni az alapítvány adóztánát, és mi 2021-től ideig 24-ig mi megcsináltuk a fenntartási időt, mert azt se tudtuk, hogy mikor fog átfordulni, de hát azt értelemszerűen nem lehet elszámolni, és mondtam, hogy következő 3 év a tietek. Viszont ez most egy átmeneti dolog, tehát az is benne van a pakliba, hogy úgy, ahogy van, megszűnik, és az is benne van a pakliba, hogy ha 100 embernek ez fontos, akkor teljesen új alapokon újra tud indulni. Vagy? Értem. Egyébként pedig nagyon jó, mert ez az élménypedagógia, ez mindig annyira fantasztikus, tehát felnőttként is nagyon jó élménypedagógiai Abszolút. Foglalkozásokon részt venni, vagy ilyen képzésekben bekapcsolódni. A gyerekeknek meg abszolút jó, tehát mi is szoktunk élménypedagógiai foglalkozásokat tartani, és tudom, hogy teljesen más élményt ad is a gyerekeknek. Igen. És itt azt szeretném még hangsúlyozni, hogy az élménypedagógia itt nálunk az alap, amire ráépítettük ezt a rendszert. Tehát ezt tovább is gondoltuk, és azt gondolom, hogyha ezt így tovább gondoljuk, és azt meg tudjuk fogalmazni, hogy ez lehet egy új típusú közösségi tér például, akkor ez lehet egy helyi társadalom megújítási program is, úgy, hogy gyerekektől kezdve, de felnőtt programokat is végig lehet csinálni. Köszönöm. Kati? És Jennifer, aki doktori programból szociálpolitikus képzésben folytatja, hogy látod a kérdést? Vagy neveléstudománnyal foglalkozó játékos. Engem is érdekel. Jó napot kívánok! Hát az a baj, hogy bekapcsolódtam én, de nem nagyon tudtam figyelni, mert én este 8-ig dolgozok. Családok átmeneti otthonában jelenleg, és... Szerda van, tényleg. Úgyhogy ment itt az irodában az előadás, de én meg kint beszélgettem a családokkal, mert volt egy kis felkavarodás, úgyhogy most így hirtelen nem is nagyon tudok mit szólni, ne haragudjanak. Nem haragszunk, föl van véve, majd előbb lehet hallgatni. Oké. Jó, és akkor én még csak annyit kérdezek, hogy akkor érdemes figyelni ennek a kolor vagy kollabornak a honlapját esetleg, és akkor ott majd az aktuális hírek, információk kint lesznek, vagy ha látunk esetleg lehetőséget, akkor hogyan működnek a nyári táborok utának? Honlapot is, meg a Facebook oldal és csoport is. És alapvetően hogyan működnek ezek a nyári táborok? Hát most nem merek ígérni nyári tábort. Persze, nyilván nem csak, hogy így a... De ez nálunk úgy működött egyébként, tehát nekünk itt figyelembe kellett venni a szociális hátteret is. Tehát amikor nyári táboroztattunk, akkor, hogy mondjam, elég nyomottáron tettük ezt, de... olyan módon csináltuk, hogy félnapos táborokat hirdettünk, külön délelőtt, külön délután, és egyébként rájöttünk, hogy bőven elég is volt, mert ezek úgy intenzívek voltak. És ugye mivel egy ilyen, tehát ezt a termékfejlesztési metodológiát azért aktívan alkalmazzuk minden tevékenységünkre, ezért mindig nagyon kíváncsiak voltunk a célcsoport visszajelzéseire is, és... fogalmunk nem volt, hogy a délelőtti és a délutániba jellemzően kik fognak jönni. Aztán teljesen logikus lett. Délelőttibe elsősorban jellemzően a kicsik jöttek, akit jellemzően a nagymama hozott, a délutániba pedig a nagyobbak. Miért? Mert a nagyobbak már egyedül is el tudnak jönni, és ők reggel szeretnek sokáig aludni. Úgyhogy... De nem volt ilyen kitétel, csak ez így menet közben jött, és mindig valamilyen produktummal, termékkel tértek haza. Tehát például a programozást, azt videójáték készítésen keresztül tanítottuk. És volt olyan, hogy
ugye itt van egy gyerekeknek szóló programozó iskola, ami itt a városban is volt, már nincsen, tehát egy nemzetközi franchise, és onnan is jöttek diákok, meg volt egy kisrác, aki nagyon szerette az egészet, és pénteken, amikor bemutattuk a produktumokat, akkor kérdezte az anyuka, hogy a fiával nem volt probléma, de egy tünemény kisrác volt, 10 éves, és mondtuk, hogy miért lett volna? Hát azért, mert mondta, hogy azért, mert dükkitörései szoktak lenni. Neki? Hát el nem tudjuk képzelni. És utána nem is értettük egyébként az egészet, és amikor bemutattuk a projektet, akkor ugye ő is csinált egy játékot, kivetítettük a képet, és a kisrác minden gátlás nélkül 40 ember elé kiállt, és bemutatta a játékát. És a szülőknek így leesett az állam. Ugye megvolt az a biztonságérzet. És amikor látta a szülő a kis figurát, akkor rájött, hogy ja, ez volt az, amit otthon este 10-ig rajzolt. Mert úgy kellett elhajtani, aludni. Szóval ilyen sztoriaink vannak, és nem volt házi feladat, tehát nem volt arról szó, hogy este 10-kor rajzolni kell, csak benne volt a feladatban. Szóval ilyen. Egy pillanat türelmet kérek, hallom a kérdést, csak egy mozdulatra szükségem van. Oké. Itt a hátam mögött egyébként a kis mikrokertet lehet látni. Próbáltam megfejteni egyébként, hogy mi lehet az a ön háta mögött. 20 négyzetméteren egy üzemet építettem föl. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm, nekem nagyon-nagyon jó volt, és nagyon elrepült ez a másfél óra, mert nekem nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen. Örülök én is. Számomra is nagyon érdekes volt. Köszönöm. Mint a kertésze. Most én is nézem. Igen. Kata, nem hallunk. Hallom, hogy a háttérbe beszélsz, de nem hallunk. Hangosabban, igen. Most sem? Most jó. Na, tehát köszönöm szépen, hogy ennek a részese lehettem, fantasztikus dolgokat hallhattunk. Ami engem ebből az egészből megfogott gyakorlatilag, mondjuk mindegyik része, de ami különösen megfogott, az a gyerekek gyakorlati foglalkoztatása, ahol kibontakozhatnak a tehetségek. És ez a legnagyobb baj a mai oktatási rendszerünkkel, hogy teljesítmény alapú, ha nem tudják hozni a gyerekek a kitűzött feladatokat, akkor tehát nem a képességeiknek megfelelő osztályzatokat kapnak, és véleményem szerint így egy nagyon sok tehetség vész el, illetve ezért van ez, hogy késik a generáció, hogy mit is akar kezdeni, mert az oktatási rendszeren belül nincs lehetőségük arra, hogy másfele is orientálódjanak. Én egyébként ehhez csatlakozva, amikor a pedagógus képzéseink voltak, akkor én jellemzően mindig ott voltam az adott térben, biztosítottam a helyet, egy ilyen megfigyelő státuszban. És azt láttam egyébként, és tanárként is az a tapasztalatom, hogy a pedagógus képző rendszerünk sokkal korszerűbb, mint az a iskola rendszer, amin belül működünk. És sokáig nem értettem, hogy miért. És én itt fejtettem meg, és ez is egy leegyszerűsített képlet. Ha emlékeznek arra, amit mondtam, hogy néhány alapelvben megfogalmazva, hogy mi a különbség, akkor ebből hármat kiemelek, és gyakorlatilag meg fogjuk érteni, hogy több évtizede miért nem tud átmenni ez a szemléletváltás az oktatási rendszeren. De mondom, egyszerűsített képleteket hozzá. Azt mondom, hogy a gyakorlat fontosabb, mint az elmélet. Nem akarunk teljesítménykényszert, és szabad hibázni kéven. Ezt a három tételt összeolvasom úgy, hogy nagyon rosszul hangozza. Azt mondom, hogy hagyjuk az elméletet a francba, tehát csináljunk valamit, nem kell teljesítmény, még hibázni is lehet. Ha ezt a hármat így összeolvasom,
mindent kihoztunk a pedagógus lába alól, amiben kapaszkodhatunk. És ez gyakorlatilag attitűd és szocializáció. Még hogyha megértjük ezeket az alap pilléreket, akkor azt mondom, hogy a gyakorlat behozza a motivációt, és a motiváció következménye a kíváncsiság, és a kíváncsiság következménye az, hogy elméletbe is meg fogom tudni. És igen, feltették nekem azt a kérdést, hogy oké, de atomfizikát nem lehet tapasztalati úton tanulni, mire azt mondom, hogy rendben van, csak odáig el kell jutni, hogy értelme legyen atomfizikát tanulni, vagy bármilyen más elméleti dolgot. Ha a tanulási attitűdjeinket nem tudjuk így kialakítani, akkor nem is jutunk el odáig. A második tétel, hogy nem akarunk teljesítménykényszert, itt is azt mondom, hogy igen, hogy az élménypedagógiának tényleg az alapja az, hogy mindig azzal dolgozunk, ami van, és az is nagyon fontos, hogy nem én akarom, hogy a gyerek akarja, hanem én megadom neki azt a döntési szabadságot, és megteremtem azt a környezetet, hogy ő akarja ezt. És ha ő akarja, akkor fog bekapcsolódni a motivációja. És a harmadik meg ugye a hibázás kultúrája. A hibázás kultúrája az meg a felfedezésnek az előfeltétele, és az inspiráció bekapcsolódásának az előfeltétele. Tehát gyakorlatilag, ha nem értjük meg ezt a három pillért, akkor ebből egy kihúztuk a talajt a pedagógusok lába alól, és egy minőségtelen valami lesz, és összeomlik a pedagógiánk. Ha pedig megértjük ezt a hármat, akkor pedig egy egészen más dimenziót tudunk bekapcsolni a oktatásban. Igen, most az jutott eszembe, hogy mindig legfőképpen kamaszkorban foglalkozunk azzal, hogy nincs a gyereknek motivációja. De ez következmény. Következmény, hogy nincs motiváció. Azért nincs motivációja, mert gyakorlatilag arra neveljük őt, hogy ne legyen motivációja, majd amikor elérjük ezt a célt, akkor sopánkodunk, hogy jaj, nincs. De hát ha belegondolunk abba, hogy óvodától, kisiskolán keresztül, hol, milyen pontokon építjük bele a gátakat, a görcsöket, a kudarcélményt, a megfelelési kényszert, akkor miért csodálkozunk azon, hogy ő megtanulja a tehetetlenség, ugye ez a tanul tehetetlenség. Egyébként én azt mondom saját kollaboros tapasztalatból, hogy az a fiatalok tele vannak motivációval, amikor azt a tünetet észleljük és tapasztaljuk, hogy nincs motivációjuk, akkor nagyon egyszerűen védekeznek ellene. Építenek egy falat. Ellenünk? Igen. Igen, mert mi építjük beléjük a görcsöket, a gátakat. Mondok egy konkrét példát. Pedagógus képzésünk az utolsó volt már, és az egyik tanárnő nyugdíj előtt kényszerből jött el, mert mondták neki, hogy kell jön. És az első nap, háromnapos képzés, első nap, most kiemelek két momentumot. Így közben szól a trénernek, Tamás, ezt te rosszul tudod, ez nem így van. És akkor a Tamás, aki tartja a tréninget, elmondja azt, hogy oké, akkor itt most megállunk. Ugye élménypedagógia, alapelv, azzal dolgozunk, ami van, ami az asztalon van, akkor erről beszélgessünk. Elkezdődött a munka, bevonódott a tanárnak. És a legvégén a zárókörnél volt egy olyan, hogy de hát ő jót akar, meg íz és a többi. És akkor azt mondja a trénerünk, így tréningen volt, hanem biztos, ismerik azt a játékot, hogy párba állnak emberek, a térben akadályokat rakjuk le, az elsőnek bekötjük a szemét, a másik mögé áll, a tenyerét a hátára teszi, és úgy kell átvezetni az akadályt pályán, hogy nem szólhat, csak nem a tenyerével irányítja. Ez megvan, igaz? Igen. Jó. Átvezeti, és akkor ugye ez volt a lényeg, hogy oké, akkor ezt most értsük meg. És akkor nagyon egyszerűen a tréner feltette a kérdést, hogy milyen érzés volt ez az egyiknek és a másiknak. Akinek le volt kötve a szeme, milyen érzés volt az, hogy őt vezetni kell és irányítják. És elmondta azt, hogy bizonytalan, rosszul érezte magát,
félelmek voltak benne, és a másikban meg egy ilyen hatalom történet. És igen, majd rögtön. És akkor ez a tanárnő egyszer így leesett tantusz, azt mondta, hogy ilyen könyvbelábadt szemmel mondta, hogy de Tamás, értsd meg, hogy én jót akartam a gyereknek. És akkor megbeszélték azt, hogy oké, de azt te akartad. Azt nem a gyerek akarta. Érzitek a különbséget? Igen. Hogyne, persze. Meg egyébként is szerintem az a baj, hogy nincs is ezeknek a gyerekeknek a mai oktatási rendszerben inspiráló közeg, vagy környezet, vagy ha van is valakiben motiváció, azt akkor azonnal letörjük benne. Én azt gondolom, mert ezt a felnőtt társadalmunkra is jellemző, egy munkahelyen is, hogyha van olyan kollega, aki egy kicsit motiváltabb, az nem biztos, hogy kap támogatást maga mellé, hanem megpróbáljuk letörni a motivációját, igen, sajnos. Igen. Jennifer jelentkezik. Igen, nekem az jutott eszembe, hogy ez alatt a háromnapos pedagógus képzés tréningen van-e arra valami statisztika, hogy akik ezen részt vettek, azok a tanárok, pedagógusok mennyiben lettek motiváltabbak, van-e értelme, vagy ugyanúgy kiégve, motiválatlanul mennek vissza a gyerekek közé, illetőleg nem tudom, gondolkodtak-e olyasmiben, hogy esetleg még gyakorlatban nem lévő hallgató pedagógusoknak is szervezni valami ilyesmit, mert én azt tapasztalom, hogy egyrészt a tanárszakosok azok 6 évig tanulnak, de 5 évig nem látnak húsvér gyereket. Másrészt, amikor én a tanító szakomat végeztem, akkor én azt vettem észre, hogy nagyon sok tanítónak készülő fiatal nincs, már ott nem volt meg bennük a kellő motiváció arra, hogy ők ezt szeretnék csinálni, vagy pedig mindenáron olyan iskolába, ahol minél inkább jobb képességű gyerekek vannak, és kérdeztem tőlük, hogy mi van, hogyha roma gyerek van az iskolába, vagy ha hátrányos helyzetű is ennek a tetejébe, vagy nem roma, de hátrányos helyzetű, ami már ugye egyre többet előfordul, és akkor ott teljesen kiakadtak, hogy már pedig ők azt nem. Tehát, hogy így nem tudom, esetleg a kedves házpedagógiáról hallott-e. Nem. Én a kedves házpedagógiát el is végeztem, Jenny. De akkor gyorsan válaszolok. Nincs ilyen visszamérésünk, de gyakorlatilag megvan az adatbázisunk, tehát eltelt már idő, tehát akár vissza is lehet mérni. Ott helyszínen rögtön a tapasztalatunk volt, hogy a résztvevő pedagógusok benne vannak ezekbe a játékokba, értik, élik, és mélységében is értik. És nagy ráeszmélések vannak közben. Majd utána a háromnapos kurzus végén megkapták az önálló feladatukat, egy nyári tábort kellett megtervezni, elkezdték csinálni, még ott volt a tréner, és tulajdonképpen egy pillanat alatt estek vissza a dobozba. Magyarul egy tréneri vezetéssel képesek voltak minőségileg kilépni a dobozból, de önállóan kevésbé, és egyébként én ezt maximálisan el is tudom fogadni. Egy sok évtizedes szocializációs mintázatokat nem lehet 3 nap alatt felülírni. Be lehet mutatni valami egészen mást, de nem lehet gyökeres mintákat, és ráadásul egy rendszert belülről meghekkelni, megváltoztatni, vagy nem lehet, vagy nagyon-nagyon nehéz. Tehát az, amit én mondtam, így nagyon leegyszerűsítve ezzel
hogy tehát ez az élménypedagógia módszer, hogy húzza ki a talajt a pedagógusok lába alól. Ez, hogyha valaki nem nagyon erőteljesen felkészült, az ezt iskolai környezetben nem tudja megvalósítani, illetve erre mondom azt, hogy ezért lehet szükség ilyenfajta, akár pedagógiai, innovációs térre is, mert én azt mondom, és tapasztalatból, hogyha vannak ilyen társadalmi innovációs közösségi tereink, ahol ezeket a módszereket akár saját projekten keresztül ki lehet próbálni, meg lehet valósítani, gyakorlati tapasztalatot és biztonságot lehet benne szerezni, akkor ez már átvihető a közoktatásba. Amikor az egyik középiskola jött, és a vezetők is, akkor ez volt a kérdésük, hogy de hogy lehetne ezt átvinni az oktatásba? És azt mondtam nekik, hogy egy lépésben sehogy, három lépésben lehet, aztán nem lett belőle semmi, mert azt mondtam nekik, hogy figyeljetek, az első lépés az az, hogy nektek tanároknak mi a projektetek, és még nem foglalkozunk gyerekekkel, gyertek be a kollaborba, álmodjunk egy nagyot, és csináljuk meg a ti projekteteket. Csináljuk a ti projekteteket, én közben a módszertanon végig tudlak benneteket vezetni, és végig meg tudom mutatni, hogy most ebben a fázisban éppen mikor mit csinálunk. És amikor ez megvan, akkor következő körben ugyanígy a kollaborba hozzuk be a diákokat, és akkor már ti foglalkoztok velük ebben az inkubált környezetben. És amikor ez is megvan, akkor harmadik körben, akkor üljünk le, és akkor beszéljünk arról, hogy hogyan lehet átvinni az oktatásba. De én azt gondolom, hogy ennek nincs alternatívája. Tehát, hogy ez egyszerűen olyan változások előtt vagyunk, hogy itt szét fog szakadni a társadalom. Szerintem a társadalom már szétszakadt, és igen, ugye alapvetően az is a mondatmódból következik, hogy azért drága Magyarországon az állam működése, mert mindenre egy ilyen valamit létrehozunk. A közoktatás mellé ott van a tanodahálózat, hogy egy picit tompítsuk a sérülékeny csoportok leszakadását, az egészségügy mellé ott van a magánegészségügy, aki nem bírja kivárni, vagy nem tudja kivárni az 1000 év várólistát, akkor elmehet egy hónapon belül. Tehát, hogy mindenre pótszert találunk, és ez azért drága működés, mind az állampolgároknak, mind pedig a fenntartóknak. Szóval, hogy szerintem ebben kéne a mi életünkben legalább a változás csírája, hogy az unokáink és a gyerekeink vonalából jusson valami pozitívum. Bár mindig van változás csirája. Most például a kisebbik lányomnak egy taxis hozott virágcsokort, és nem is értette, és föl is ment a púzusa, hogy ki hozza ezt így ilyen kellemetlen helyzetben. Na, szóval, hogy mindig lesznek meglepetések, most viszont azon kell dolgoznunk, hogy megköszönjem a részvételt, várom a felvétel linkjét, foglak keresni ebben az ügyben egy kicsit, de átvitt értelemben. Jó. Na, köszönöm szépen, szép estét mindenkinek, hangulatot végére, jövő héten találkozunk. Minden jót, sziasztok! Sziasztok! Jó éjszakát!